Köszöntöm Önöket! Kiskora óta érdekli a művészet minden ága, a színház pedig hát egyenesen magával ragadta. A székesfehérvári 20 éves Badi Rebeka a vendégem, aki már rendkívül sok gyönyörű, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak a nézőknek, vagy inkább élménydús, talán ez a legjobb szó, élménydús tapasztalatokat tudhat a háta mögött. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, mert egy nagyon-nagyon érdekes személyiség vagy. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm, hogy itt lehetek. Nem véletlen fogalmaztam így a felkonferálásban, hogy gyönyörű és élménydús tapasztalatok vannak a hátad mögött, mert én azt gondolom, hogy ha a színház világáról vagy a művészet világáról beszélgetünk az interjú alanyokkal, akkor ők mindig olyan boldog, kedves pillanatokat mesélnek el, és hát nem utolsó sorban kulisszatitkokat is el szoktak árulni. Tényleg örülök, hogy itt vagy. Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy honnan is a te művészet iránti szerelmet, ha lehet így mondani. Hát szerintem ez kicsi koromra nyúlik vissza. Arra emlékszem, hogy mindig arra vártam általános iskolába, hogy hazaérjek, mert anya nincs otthon, és tudok énekelni. És otthon énekeltem állandóan, és mindig is akartam egy hangszeren megtanulni, de ez így, nem tudom, nem jött össze soha. Aztán az a éneklés komolyabbra fordult azzal, hogy egy ilyen sulibuliba fölléptünk egy barátnőmmel, 6., 7. osztályba talán, és ott énekeltem. És akkor az osztályfőnök szólt anyának, hogy ez egész jó, hogy ezzel lehet, hogy foglalkozni kéne. És akkor anya beiratott egy jazzinek tanárhoz, hozzájártam egy évet, és aztán rájöttem, hogy úristen, hát ez nekem kell. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy én énekelek meg a zene. Úgyhogy eldöntöttem, hogy akkor ez iránt fogok elindulni, meg tovább tanulás szempontból is. És akkor felvételiztem a Herman László zeneművészeti szakgimnáziumba. Tehát suli-bulitól tulajdonképpen eljutottunk a Hermanba. Igen. Azért itt azért nagyon sok minden történt a két helyszín között, gondolom. Bizony. A suli-buli után mi volt az első, amire visszaemlékszel még, hogy ugye a tánc, a zongora, az ének, ugye ez a három dolog Igen. Nagyon érdekel. Mik történtek ott még veled? Ja, hát a közben tánc az meg így ovitól. Oviba néptáncolni irattak be, és igazából így végighaladtam egy csomó stíluson, tehát utána elmentem az akrobatikus rock'n'rollozni, utána hip-hop-oztam, és végül megtaláltam a Megadance Dance Studiót Robó Tamásnál, és akkor ott ugye még a színházba is belevezetett ez az egész dolog, és nem csak így ténylegesen a színházba, hanem egy csomót tanított a színházról, tehát hogy színészkedve táncoltunk. És te akkor... mit tanultál ekkor? Hogyha már a tanításról van szó, mit adott neked a tánc? Hát a tánc az, hát hogy a testeddel, a mimikával, a mindennel, hogy hogyan tudod szavak nélkül is kifejezni azt, tehát ugye a zene segítségével az nagy szerepet játszik, de nagyon érdekes. Hát ott nem csak az volt, soha nem azt mondta, hogy táncoljunk. Hát ott komolyan kellett venni, mert hát ugye ő is színházi ember, tehát ő is ezt csinálja. Nagyon sokszor láthatunk téged, illetve láthattunk már korábban a fehérvári színpadokon. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy kikkel, milyen közösségben szoktatok fellépni, és hogy milyen szerepeid voltak. Ez szerintem az mindenkit nagyon érdekel, és milyen izgalmas lehet, hogy készültél egy-egy szerepre. Igazából arra emlékszem, amikor ez is a Megadance miatt, oda jött be Matuzi János dramaturg és rendező, és ő mondta, hogy csak itt a Gorziumba tátszon a Florálián, szeretne egy kisebb darabot csinálni, és leginkább táncosokat keres. Igaz, hogy van még kettő szöveges szerepe is, de hogy így, ha valaki gondolja, eljöhet, és akkor meghallgatja, de hogy inkább táncosokat keres. Bekusztam fülem farkam, mondom én, és a szöveges szerep, mondom, nem. Aztán jött egy ilyen sugallat, hogy... de veszíteni való mégis van, nincs. Hát akkor elmentem, és meg is kaptam, és akkor itt kezdődött, hogy akkor ott volt egy szöveges szerepem először, és imádtam. Mi volt ez pontosan? Egy őrült író, nőt, költőt játszottam, teljesen el volt szállva az agyam, művész volt, és akkor egy hatalmasba kellett játszanom magamat, és az volt a legjobb benne, amikor hallottam, hogy nevet rajtam a közönség, és nem az, hogy kiröhög, hanem, hogy akkor ez most tényleg sikerült átadni, és tök jó volt. Egyébként ez alatt így a próbaidőszak alatt jön az egész, tehát meg a sok instrukció által. Matúz Jánossal szerintem nem ez volt az egyetlen munkakapcsolat. Nem. Utána... Hogy emlékszel erre vissza? Mik voltak még? Hát ezután a Floráliát ugye minden évben csináltuk, utána még háromszor azt hiszem, és aztán ő a Pelikánban is
tartotta az előadásokat, és abban is benne voltam, a Tündérhon Vándorai című előadásban, amit egyébként a Csongor is Tündét öleli föl, ezt mutatja be. És ebben voltam én, a Ledér, aki a Ledért úgy alakítottuk ki, vagy úgy alakítottam meg, hogy egy ilyen, nem is tudom, hogy punknak mondjam, ez a szegecses, fekete, hanyag, csajsziként, és az volt benne a legjobb, hogy ott énekelhettem egy olyan igazi jót, és az csak az enyém volt. Tehát nem csak a szereplés volt, hanem itt most akkor társult hozzá maga az ének. Igen, tehát kamatoztathattak az ének. Hát elmondtam, hogy ugye én a zeneművészetibe járok, mint magánének szakon, és erre mindig lecsapott a János, és kihasználta szépen, hogy nekem van ilyen zenei tudásom. Úgyhogy ezért... Említetted nekem, hogy ugye te már itt végeztél, beszélgettünk korábban, tehát végeztél a Hermannban, dolgozol jelenleg. Igen. Egy kicsit menjünk vissza abba a részbe, vagy az életed azon részébe, amikor azt mondtad nekem, hogy ha a hivatásom nem is a művészettel kapcsolatos lesz, attól függetlenül sosem fog eltűnni az életedből. Ezen a mondaton azért álltam meg, és szerintem azért fontos, hogy a nézőknek is mesélj róla, mert ez talán egy kicsit olyan, hát olyan hirtelen jött kijelentés. Miért gondolod azt, hogy a jövőben nem foglalkozol esetleg majd komolyabban ezzel? Hát, mi a terv? Mint a színművészeti egyetemet, azt nem adtam fel, tehát most is beadtam. Aha, tehát akkor jelenleg is ez most felvételit, az igen. Én arra jöttem rá a Hermannba, mikor ott tanultam, hogy tehát az a zenét azt soha nem akarom elengedni, viszont a klasszikus, komoly zene, mint opera, az nem feltétlen az én szívem csücske. Tehát, hogy, de ezért is választottam, tehát, hogy meg akartam ezt tanulni, meg hogy imádtam nagyon. Viszont, hogy nem biztos, hogy ez az én utam, inkább a könnyű zene vagy a musical, ami meg ugye a színházban is megvalósulhat. És mivel táncolok is, vagy hát, hogy nagyon szeretek, ezért azt ott is tudom kamatoztatni, ezért így mindent összességében a színház ölel fel, meg a színészkedés, és ezért azt még nem adtam föl, azt még... A színművészeti nagyon sok színész tanoncnak az álma, hogyha lehet így mondani, egy kicsit bevezetsz minket abba, hogy működik oda egy felvételi, főleg most, ebben az időszakban. Hát ebben az időszakban, vagy hát, hogy ebben az évben én most nem a prózaira, tavaly a prózai színművész szakra adtam be, de most indult zenés, hát persze, hogy akkor oda, a zenés színművész szakra. Hát elég komoly követelmény van. Hát ugye versekből sok 10 darab verset is meg kell tanulnom, monológokat énekelnem, és az 5 dalon kívül még 10 népdalt is kell. Tehát, hogy így mindent kell tudni. Viszont ilyen szempontból, hogy tavaly felvételiztem a Pesti Magyar Színakadémiára, ez ott akkora pozitív élmény volt nekem, egy felvételi szituáció, amitől én féltem, hogy most már egy kicsit megnyugodtam, és rájöttem, hogy egyébként nem olyan ijesztő ez, mert ott is ugyanez volt a követelmény, hasonló, és sikerült felkészülni. Beszélgettünk itt a műsor elején, hogy egy kicsit izgulsz, és most hát erre visszakanyarodva szerintem már úgy érzed, hogy teljesen feloldottál, legalábbis igen, én úgy látom. Lehet, hogy egy kis párhuzamot lehet vonni a kettő sztori között. Igen. Teljesen. És hogyan birkózol meg ennyi mindennel? Tehát, hogy mesélj arról, hogy hogyan szippantotok ti színészek ennyiféle verset, szöveget a fejetekbe és a szívetekbe egyaránt. Hogyan működik ez? Nem tudom, szerintem ez nekem ilyen születési adottság, nekem ez mindig ment. Tehát, hogy valamiért én nagyon gyorsan tanulok ilyen szövegeket vagy prózákat. Egyébként, nehéz. Nehéz. Viszont olyan szempontból, hogy gyorsan bele is megy a fejembe, ha nem foglalkozok vele, akkor az hamarabban el is tud tűnni. Tehát, hogy foglalkozni kell vele. De most például így egy év után elővettem a tavalyi repertoáromat, a 10 verset, és egész jól el tudtam mondani a verseket, amiket újra felhoztam. Van kedvenced egyébként? Kedvencem. Pilinszky János, nagyon szeretem. Tőle vittem is, van is egy versem, ugye a repertoárban, Ne félj című verse, ez kicsit népszerűbb szerintem. Hát meg, nem is tudom, Tóth Évának Szolveig utolsó levele című versét. Nagyon-nagyon szeretem. És szerepek közül mi volt az, ami nagyon maradandó? Úristen, volt egy, az nem is színdarab volt, inkább a megemlékezés október 23-ai forradalomról, és abba én egy némalányt játszottam,
meg kellett tanulnom pár mondatot jelelve, tehát hogy én ott nem beszéltem. Az volt a lényege, hogy én nekem egy olyan traumám történt kiskoromban, hogy végignéztem, ahogy meghal a bátyám, hogy megnémultam teljesen. Tehát, hogy soha többet nem szólaltam meg, és akkor így olyan Jánoshoz tártak, hogy akkor jelelve fogok beszélni, kommunikálni inkább, nem beszélni, és ott egy jó pár mondatot jelelve meg is tanultam, tök érdekes volt, rendesen találkoztam egy nővel, aki ezt így tudta teljesen, és a legvégén végül megtört a jég, és az ének hangomon megszólaltam, és akkor előadtam egy áriát, tehát ott rendesen operát kellett énekelnem, és ez ott mindig kirázott a hideg, tehát hogy ez tök jó volt. Ezt a szerepedet is láthattuk többek között a Városház. Igen, téren, igen, ott Székesfehérváron. És ugye említetted, hogy az opera nem annyira talán a te műfajod, ott azért egy kicsit megszeretted? Hát igen, meg én örültem annak, hogy nem olyan idegen számomra, hanem hogy ezt én... Hogy ez is megy. Tulajdonképpen, hogy ez is megy. Tehát, hogy féltél tőle, ugyanakkor mégis megbirkóztál vele. Mik a jövőbeni tervek, Rebbi? Egy kicsit mesélj nekünk erről az évről. Ugye ez az év és a tavaly is senkinek nem egyszerű. Így van. Sem a tanulóknak, sem a munkavállalóknak, senkinek tulajdonképpen. Mik a tervek erre az évre, és akár a jövő évre nézve? Munkaterén, tevékenységterén, bármi. Most, hogy ebben az évben ugye otthon voltam és dolgoztam mellette, és ugye most már így készülök a felvételire, meg mellette szintem előzök angol érettségiből, de rájöttem, hogy én tehát hogy ez a úgymond tétlenség, hogy nem járok sehova, nincs meg az a rendszer az életemben, ebből ki szeretnék szabadulni nagyon gyorsan. Úgyhogy mindenképpen beadtam ugye a felvételit egyetemekre, a színművészeti mellett a bölcsészeti tudományi karra is, mert hogy úgy vagyok vele, hogy a művészet nem egy életbiztosítás feltétlenül, úgyhogy kell a B-terv is mindenféleképpen, és B-tervben én nagyon-nagyon szeretek ugye utazgatni, a kultúrákat szeretem, a különböző nyelveket, úgyhogy ezek felé szeretnék elkacsingatni, ha kell, akkor utazgatva elmenni a világba bele, és akkor szerencsét próbálni. Igen, ezt említetted a múltkor, hogy a nyelvek is nagyon érdekelnek. Mely nyelvek ezek egyébként, ami téged megmozgat? Hát ugye az angol az alap, az muszáj lesz, meg hát az amúgy is már így tanultam az iskolába, de mellett ezek a spanyol, portugál, olasz, ez a latin vérvonal, ez engem nagyon-nagyon vonz. Úgyhogy e felé szeretnék. És ezt most is tanulod? Nem, ezt egyelőre nem. Ezt egyelőre nem. Nem, hát először hát hogy legyen egy alapom, hogy ki tudjak menni, az az angol nyelv, amit akkor lefixálok. Rendesen most ugye emelt érettségizek is belőle, meg hát ugye az kell a felvételihez, az egyetemhez, hogy bekerüljek, kell most már egy emelt, úgyhogy azért is. Úgyhogy egyelőre csak az angolt, aztán majd utána. Most a munkád azt elárulod, hogy mi, és ahhoz esetleg kellenek a nyelvek? Nem, egyelőre nem kellettek a nyelvek. Nem titok, a Bestszolárium és Szépségszalomban vagyok a recepción, de nagyon-nagyon imádom, mert én annyira egy szociális ember vagyok, aki az embereket imádja és beszélgetni szeret. Hogy igazából az tök jó, hogy ott így el vagyok, sok ember megfordulott, és akkor lehet velük beszélgetni, meg kell is. Meg gyűjtöget is az ember, gondolom, a jövőre nézve. Persze. Otthon élsz még a szüleiddel. Igen, igen. És vannak testvéreid, hányan vagytok ti? Csak ketten vagyunk, egy húgom van. Most 15 éves, de most, hogy már így kezd nagy lány lenni, sőt, én már kimondom, hogy egy nagy lány, mert attól függetlenül 15 éves, nagyon érett a gondolkodása. Nagyon-nagyon jól kijövünk, és borzasztóan jó a kapcsolatunk. Én nagyon örülök neki, hogy... Ő kacsingat-e a művészet bármelyik ága irányába, bármelyik ága felé? Hány évig? Talán 4-5 évig zongorázott ő is a zeneiskolába, ugyanott, ahol én, csak ő a zenesuli részében, én meg ugye a középiskola részében, tehát hogy én ott is érettségiztem. Szülők támogatnak egyébként téged ebben az útban? Nagyon. Mert nagyon. Azt szoktam látni, hogy nagyon büszkék rád különböző közösségi oldalakon. Igen. Mit érez ilyenkor az anyu vagy az apu, amikor hazamész? Mit látsz rajtuk? Egy-egy, akár egy színpadi előadás, egy éneklés, akár ugye zongora után, mert hogy zongoráztál is, zongorázni is tudsz. Mit látsz rajtuk ilyenkor? Hát borzasztó sok mennyiségű büszkeséget, én azt gondolom. Ha nem is mondják ki, azért látszik rajtuk. Meg hát igazából
azt is éreztem, hogy már így úgy beleszoktak ebbe, hogy nekem így ez van, hogy én mindig valamit csinálok, hogy már akkora fenék nem is lett neki kerítve mindig, minden egyes alkalommal persze, mert hogy ez már így sok éven átment, és nem azt mondom, hogy természetes lett, de hogy így már így beleszoktak abba, hogy mindig jöttek az iskolába a koncerteket nézni, akkor ide színházba menni, mert most itt lépek föl, most oda kell menni. Benne van-e a családnak bármelyik tagjában ez a színház és a művészet iránti vágy? Tudsz-e erről, hogy a felmenők között érdeklődtek-e a színház iránt mások is? A színház iránt nem tudom, nem tudok zene? Róla. De a zene a az zene. Nagyon is, hát édesapám ágáról, a dédpapám, tehát a Paraszt Badi József, ő egy rettentően híres cigány muzsikus volt, prímás, hegedű művész, és ő rengeteget, tehát a zenének szentelte az életét, ő ott minden, járta az országot, meg zenélt elég jól, és akkor neki a fia, a nagypapám, ő gitározott, meg hegedült, ő is, ő már így kevesebb szinten, tehát hogy ő már inkább csak elment így zenélgetni, tehát nem ennek szentelte az életét, de hogy ő is sokat zenélt, és része volt az életének. Apai ág megvan, anyai ág? Anyai ágról nem tudok, hogy ott lett volna talán ilyen. Ott a festészet, a rajz festészet. Volt, mint művészet. Tehát nagypapám ő mérnök volt, tehát nagyon-nagyon szépen tudott rajzolni, nagynéném is, ugye anyukámnak a húga, ő is a tópartiba járt a művészeti grafika szakra, és anyukám is a mai napig fest, rajzol. Tehát ez a hobbija, otthonáról hát megyek akkor haza. Ez a művészet vonal, ez abszolút mindkét ágról. Végül itt van igen, bennetek igen. Gyerekekben, kettőtökben a testvéreddel együtt. Igen. Téged a festészet érdekel? Szeretek, nagyon szeretek, de hogy így komolyabban még nem gondolkoztam el. Anyát rajta. Pedig az ének nem érdekli, akkor talán. Igen, igen. Nem gondolkoztál azon, hogy az ének tudásodat megcsillogtasd bárhol máshol, mondjuk nem csak Fehérváron, illetve sok tehetségkutató van, gondoltál-e arra, hogy esetleg ilyenekben kipróbáld magad? Mint tehetségkutató, persze. De az nem tudom, valamiért sosem vonzott, vagy gondolkodtam el ténylegesen komolyan. Csak így persze felmerült, hát mindenhonnan az folyik a tehetségkutatók. Úgyhogy... De akkor az inkább neked egy ilyen sablon, és akkor te nem egy ilyenben akarsz kiteljesedni, ha jól érzem. Igen. Tehát azt lehet, hogy úgy érzed egy kicsit, hogy az könnyen jött siker, te jobban szeretsz megdolgozni mondjuk a színpadon. Akár, igen. Igen. Matúz Jánosra visszakanyarodva, ha már újra a színháznál kötöttünk ki, és okay. A színpadnál, mert hát szerintem, hogyha veled holnapig beszélgetnék, akkor szerintem folyamatosan a színészet és a színház lenne a téma. Lehetséges. Matúz Jánossal van-e most bármi nemű kapcsolat, munkakapcsolat, gondolok ugye nyilván a színházra, hogy tartjátok-e a kapcsolatot, régi tagokkal, csacsogtok-e, összejártok-e, mi a helyzet, hogy hogyan szoktatok megemlékezni így a régi fellépésekről, színpadra lépésekről? Hát igazából... Hát nagyon egy jó közösséget alkottatok. Nagyon, borzasztóan, hát mi így legjobb barátok voltunk. Mi, ha vége volt a próba folyamatnak, vagy a próbáknak, mentünk együtt, akár bele az éjszakába bulizni, vagy csak beülni valahova, vagy... Tehát, hogy milyen bizalmas kapcsolat is megvolt, tehát mi barátok voltunk. És Matúz János meg hát a mi kis apukánk, a családfő volt, úgymond, és akkor ő terelgetett minket, és egyébként igen, hát most munka kapcsolatom nem igazán van vele, de egyébként jó véletlen, mert tegnap előtt futottam vele össze az utcán, és úgy megörültünk egymásnak, pattant le a bicikliről, mintha tényleg nagyon-nagyon régen láttuk egymást, és mi van velünk, mesélt, úristen, és akkor mondta, hogy tanácsokat meg, hogy csináljam, és tök jó, olyan motivációs löket volt vele találkozni. Tehát ő igazság szerint nem csak tanított titeket, hanem tényleg egy olyan jó kapcsolatot alakított igen, ki a igen. közösséggel, aki, ahogy fogalmaztál, terelgetett titeket. Igen. Fontos szerinted az, hogyha már a színház világát megizlelgeti valaki, hogy egy jó vezetője legyen, és most nem véletlen a vezető szót használom, hogy abszolút. Szerinted ez, miért lehet ez fontos, hogy, hát a hogy bizalom mondjuk egy miatt, ilyen ember legyen abszolút, igen, a bizalom élén. Miatt, hogy higgy neki, és hogy ő nem rosszat akar, tehát ő mindig segít. És tehát, hogy mind személyiségedben is egy csomó olyat mondott, vagy a jövőre nézve tanácsot nekem, amik segítettek, vagy motivációt adtak nekem. Nagyon sok siker és szerep, illetve nagyon jó sok élmény van a hátad mögött. Aki esetleg ezt a műsort majd nézi, és
hát kedvet kap a színház világához, vagy a művészet világához, akkor mivel inspirálnád, hogy miért érdemes ezen az úton elindulni? Hú, hát sok mindent megtapasztalsz saját magaddal kapcsolatban is, hogy mikre vagy képes, olyanokat, amiket mondjuk nem is gondolt volna az ember. Meg hát amilyen inspiráló az, hogy ott állok a néző közönséggel szembe. Úristen, volt, amikor akkora tapsot kaptunk, olyan ováció volt, és olyan jó érzés volt, éreztem, hogy könyvbe lábad a szemem, és ez olyan földön kívüli érzés, vagy nem tudom, tök érdekes. Ezért az adrenalinért az, mindenképpen az érdemes van benne, igen, igen. Meg hát nagyon sok élmény, meg a bakik, meg amikor, főleg mikor élőben, tehát hogy egyenesben ott vagyunk a nézőkkel, és akkor jön valami közben, aminek nem úgy kéne, és akkor az a gyorsan valamit ki kell találni, meg kell oldani. Szóval tehát, hogyan orvosoljátok hát ilyenkor az ott élő egyenesben? Impro, gyorsan valami. Tehát ott tényleg ott nem lehet erre felkészülni, ez a legparább ebbe az egészbe, hogy ilyenkor ki kell tudni vágni magát az embernek. Mindig meg volt írva szó szerint a ti szerepetek és a szövegetek, vagy volt lehetőség némi spontaneitásra? Ez hogyan nézett ki? Hát volt egy szöveg, tehát azt meg kellett tanulni. Aztán, hogy abszolút formálható volt, én is azt gondolom, hogyha ha valaki úgy beleélte magát, akkor természetesen jött vele valami plusz mindig. És akkor az kiderült, hogy most tetszik a rendezőnek, vagy nem. Tehát, hogy nem volt megkötve a kezünk, hogy most csak ez így, és hello, hanem. Az egyéniségedre hogyan hatott maga a színház? Szoktunk olvasni arról, illetve hallani arról, hogy sokszor, aki a színészet iránt érdeklődik, és abban nagyon keményen, kőkeményen benne van, néha elveszik az egyénisége. Éreztél-e valaha ilyet, ilyen negatívumot, vagy te azt gondolod, hogy neked abszolút megvan a magad egyénisége, és a színház az csak színház. Ott csak felveszed a szerepet, és amint vége, levetkőzöd, és újra a Vadi Rebekát kaphatjuk vissza. Én abszolút ezt gondolom. Emlékszem, hogy volt egy olyan élményem, hogy a régi módi történetet adtuk elő, amiben a tánckarba szerepeltem, és volt egy ilyen icipici kis szöveges szerepem, tényleg csak pár mondat volt. És ott voltam az öltözőbe, öltöztem, és kaptam egy üzenetet, ami eléggé megrendített, hogy így semmi komoly, csak egy ilyen kis, nem számítottam arra, hogy hirtelen, és így hű, és abban a pillanatban megszólalt a hívó, hogy Vadi Rebekát várjuk a színpadra. Hú, beléztem a tükörbe, mondom, jó, nyugi, most oda menjünk, és oda mentem a színpad mellé, úgy vártam a kulisszába, hogy bemenjek, és közben ez az üzenet járt a fejembe. És ez járt, de közben, hogy úristen, szöveg, mindjárt be kell mennem, de, és akkor utána, ahogy átléptem a színpadnak a küszöbét, így teljesen el is felejtettem, és teljesen így átváltoztam, úgymond. És utána legközelebb csak akkor jutott eszembe, amikor kijöttem a színpadról. Én az előbb úgy fogalmaztam, hogy ti színészek, hát ugye talán szakmai ártalom, vagy nem tudom, a ti munkátok kapcsán, tehát megelőlegeztem neked tulajdonképpen azt, hogy te egy színész vagy, ja, egy hát komplett az Vadi Rebeka színésznő. Viszont, hogyha visszagondolsz egy kicsit a múltba, abba, hogy hogyan dolgoztatok ti együtt a többiekkel, akkor azért az nagyon-nagyon sokat adott nektek. Tényleg lelkileg, ahogy elmondtad, nagyon sokat tanultatok. Viszel ebből most valamit tovább? Hogy látod, hogy ebben az évben, a jövő évben, mi az, ami a legfontosabb ebből, is viszed tovább magaddal az úton? Hát igazából magukat, az embereket is. Tehát, hogy ők azóta az életem része. Tehát nem csak tapasztalásokat, hanem ami a legfontosabb tulajdonképpen a barátságokat, igen, igen, az abszolút. Igazából a legtöbben már így szétszélettünk, tehát a szél az elvitt mindenkit más fele, de attól függetlenül ugyanúgy van. Tehát tavaly is felvételiztünk ugyan színművészetire, és az egyik kedves barátom, akivel tehát már több hónapja nem beszéltünk, mert ő is elment másfele, írt nekem, hogy segítsek neki, mert az ének, hogy abba kicsit tart tőle, hogy most fel kell venni a videóra, hogy énekel. És akkor én szépen azonnal, nem is volt kérdés, persze mentem, és akkor úgy hetente átmentem hozzá, és akkor együtt énekeltünk. Ő is mondta, hogyha valami verselt szeretnék felmondani, mint gyakorlásképpen, akkor nyugodtan, tehát hogy így segítettük egymást, vagy másokkal pedig azóta is telefonálunk, és akkor a lelki bajainkat megbeszéljük, meg mindenfélét.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb akkor, amit most magaddal hoztál és magaddal viszel. Ehhez kívánok neked nagyon-nagyon sok erőt, kitartást és sikert egyébként magán a pályán is, mert én azért nagyon remélem, hogy Badi Rebekával mi még találkozunk itt Székesfehérváron, és akár az ország bármely pontján. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!